az elmúlt 10 napban több mint 10 000 közúti vizsgaeseményt regisztráltak, közölte csütörtökön az Innovációs és Technológiai Minisztérium, ITM. Az elmúlt napokban országszerte 10.348 közúti vizsgaeseményt regisztráltak, háromnegyedében elméleti vizsgákat. A jelentkezők több mint 2/3 B-kategóriás jogosítványt szeretne szerezni, Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár elmondta, az első tapasztalatok szerint tavalyhoz hasonlóan idén sem okoz torlódást a közlekedési vizsgák kényszerű szüneteltetése. A közúti járművezetői vizsgára jelentkezők a leállás előtti időszakkal megegyezően átlagosan 1-2 héten belüli időpontokat kapnak. Az ügyhátralék gyors ledolgozása érdekében a vizsgaközpont akár hivatali időn túli vagy hétvégi időpontot is biztosíthat ügyfelei számára. A KAV közlekedési alkalmassági és vizsgaközpont a bevált gyakorlatnak megfelelően csak ott szervez vizsgákat, vizsgálatokat és utánképzéseket, ahol járványügyi szempontból biztonságos körülményeket tud teremteni. A részvétel kötelező feltétele az orrot és szájat eltakaró maszk viselése. A társaság minden helyszínen kézfertőtlenítőt biztosít, a védőtávolság betarthatósága érdekében korlátozza az egyszerre vizsgázók számát. A járványügyi készültségre tekintettel rugalmasan kezelik az akár a vizsganapján beérkező lemondásokat is, ilyen esetben ingyenesen biztosítanak új időpontot, közölte az ITM.